A nyári szezonban gyermekektől hangosak a medencék, a gyógyvizes medencében is sokan relaxálnak. És ilyen csend borul a fürdő területére az ősz beköszöntével, a tél közelettével. A medencékben ilyenkor is víz található, na nem azért, hogy jégfürdőzzünk, hanem azért, hogy a városüzemeltetés az esetleges fagykárok ellen védekezzen. A medencék szélére felszerelt jégmentesítők tartós 0 Celsius fok alatti hőmérséklet esetén is biztosítják a csempék biztonságát. A téli üzemmódra való átállás az egy hetes karbantartási munkákat vesz igénybe, és a téli időszakban 3 medencénk üzemel, 2 fedett üzemmódban, egy tanmedence és egy termelmedence, illetve kültéri üzemmódban üzemel egy kültéri termelmedence. Tavaly számoltunk be arról, hogy 15 év után megújult sátor került a medencék fölé. A csere már időszerű volt, a hőtartó kupola építése, használatba vétele a tervezett időpontban valósult meg, pontosan egy évvel ezelőtt, a tan és a gyógyvizes medence fölé állítva. Természetesen változtak a belépőjegyárak, mivel ilyenkor szezonon kívül korlátozott üzemben van a strand, ezért visszaállunk a szezon, az utószezoni árakra. Így a felnőtt belépőjegy 1500 forint, a diák nyugdíjas 1150 és a 3-tól 6 éves korig szóló gyerek egy 800 forint. Térítés ellenében a fürdő területén található infrakabin használata is igénybe vehető, ahogyan a gyógy- és kényeztető masszázsok is. A fürdő bejáratánál kifeszített molinó jelzi, hogy 2020 tavaszán, tehát a következő strandszezon kezdetén újdonsággal várja látogatóit a strand. A 200 millió forintból megvalósuló csúszdapark részleteiről már televízión is beszámolt. A fejlesztés állami támogatású. Márkó!